Ma már nem beszélgetünk egymással, átkerült minden az internet világába, tehát ez a fajta szomszédolás volt az elgondolás a családi napokkal, ahol volt süteményverseny, kerékpáros verseny, és jött az ötlet, hogy ne csak beszélgessünk, hanem nézzünk szét otthon, mi az, amit meg tudunk mutatni a nagyszüleink, a dédszüleink életéből. Ez látható most a kiállításon. Ez a fajta szomszédolás volt az elgondolás. És hát nyilván, amikor összejön ez a város rész, és ott lesznek fellépők, akkor persze le kell ültetni az asztal mellé mindenkit. Innen jött a süteményverseny, amin aztán nagyon sokan neveztek, és nagyon finom süteményeket kóstolhattunk, és egyre többen neveztek a süteménysütő versenyre. Utána jöttek a különböző kerékpáros versenyek és akadálypályák, és jött egy olyan ötlet az asztal mellett, hogy ne csak beszélgessünk, hanem egy picit készüljünk is föl erre a rendezvényre, nézzünk szét otthon, hogy mi az, amit meg tudunk mutatni az előző életből, a nagyszüleink, a dédszüleink életéből. És én nem olyan rég találtam egy idézetet, amely azt gondolom, hogy idevág erre a mai alkalomra, hiszen akkor ott az asztal mellett fogant meg az a gondolat, amely aztán itt most kiállításban ölt formát, és ez a gondolat, ez pedig így szól, hogy a hagyomány az nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. És én úgy érzem, hogy akkor ott mi néhányan az asztalnál egy szikra voltunk, aki ebből a hamuból fellobbantotta ezt a lángot, és ebből a lángból ez a valóság lett, amit aztán nagy emeséjék fölvállaltak, mint civil szervezet, és elkezdték gyűjteni az itt látható kiállítási anyagokat, és hát ennél sokkal-sokkal többet, hiszen tudom, hogy nem is fért ide minden. És egyre többen jönnek, és egyre többen hozzák, és így lesz a hamuból majd láng, és így lesz ebből a lángból egyre nagyobb tűz, és ebből az egyre nagyobb tűzből egy olyan összefogás, amely bízom abban, hogy még nagyon sokáig megmarad. Nagyon sok értékes anyag jött össze, ahogy itt a muzeológusokkal beszéltem, vannak köztük nagyon nagy ritkaságok is, tehát biztos vagyok abban, hogy lehet, hogy néhány tárgy majd a múzeumban fog helyet kapni. Én arra biztatok mindenkit, hogy ne a hamut őrizzük, hanem a lángot tartsuk magasra, és adjuk tovább majd az utánunk jövő generációknak is. Nagy Emese néprajzos, a Gazdaház egyik tulajdonosa, a Bengecseg Alapítvány vezetője mellett 18-an hozták el féltve őrzött kincseiket a kiállításra. A legrégebbi tárgy azért legérdekesebb talán, mert a legrégebbi, 1822 az első dátum, ami szerepel benne. Mi ez a tárgy? Ez pont a Gazdaházból került elő, egy Kovács Sándor névre nevű patkoló kovács és állatorvosnak a kéziratos recept, vagy ilyen állatorvosi recepteket és eseteket tartalmazó füzetecské, ami azért izgalmas, mert Kossuth egyik beszéde is lejegyzett benne, mint népköltészeti variáns. A másik legrégebbi könyv, ami szépirodalmat szerető emberként nagyon közel áll hozzám, egy 1857-ből való Petőfi kötet gyönyörű színes ábrákkal. A csipkéket, a hímzéseket azt hiszem, mint nő nagyon megszerettem. Szinte hihetetlen az az aprólékosság, az a vékony cérna, az a vékony horgolótű, amivel ezek készülhettek, és el sem tudom képzelni azt a rendelkezésre álló időt, ami alatt ezek elkészültek. Fiatal gyűjtők is hoztak be tárgyakat, ez attól izgalmas számomra a velük való beszélgetés kapcsán, hogy mi hogyan kötődnek ők a múltjukhoz, vagy hogyan találtak rá erre a kiállításra. Úgyhogy nincs kedvencem, talán a legrégebbi tárgyakat tartom a legizgalmasabbnak, de érdekesnek, éppen úgy érdekesnek tartom az összes többi. Azt gondolom, hogy ebben a kiállításban és a megrendezésében is nyilván szerepe van annak, hogy én hogyan kötődöm a múltunkhoz, vagy milyen szerepe van ezeknek a tárgyaknak az én identitásomban, vagy a családomhoz való kötődésemben.